Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Családőrzők című műsorunkban egy héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy mitől nő a nő. Nem igazán sikerült a helyes választ megtalálnunk. Azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán helyes válasz. De nagyon bízom benne, hogy azért a családokban ezek a beszélgetések folytatódtak, és egy kicsit elgondolkoztak rajta. Egy biztos, hogy itt a stúdióban ez a beszélgetés folytatódott, amiből én kimaradtam, úgyhogy a következő kérdésem vendégeink felé majd az lesz, hogy miről is beszélgettek a felvétel után. Köszöntöm a stúdióban Papp Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Tolnyai Gábor plébánost, mentálhigiénész szakembert. Szép napot kívánok én is mindenkinek. És Fekete Cseri Szilárdot, a Kerekvilágház alapítvány vezetőjét, egészségfejlesztő mozgásterapeutát. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Nos, miről beszélgettetek, amiről én kimaradtam múltkor? Folytattuk a témát. Nem bírtuk abba hagyni. Igen. Parázs viták jöttek. Igazából, ami nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy valaminek a tükrében lehet nőként és férfiként gondolkozni magunkról. Voltak ilyen eszemben példák, hogyha egy sivatag közepén van egy nő, akinek van egy kaibája, némi vize, meg élelme, és egész életében ott él, akkor vajon tud-e nőies lenni? Egyáltalán megjelenik-e a nőiesség? Igen. Mondjuk itt bennem az vetődött föl, hogy mivel egyedül van, és nincs mintája arra, hogy hogyan élje meg a nőiességét, akkor vajon a kérdés fölvetődik-e benne, vagy sem? Nem és tudom, akkor, mit mond erre a szakember, de szerintem igen. Tehát egy nő a sivatagban is, ha talál egy vödörvizet, megnézi magát benne. Ha egy nő meglát egy virágot, akkor azon úgy kezd el gondolkozni, hogy jaj, milyen szép, és vajon milyen lenne a hajamban, akkor is, ha nem látott még férfit életében. Én így gondolom. Ez a nő, ez gyerekként lett lerakva, vagy már vannak női mintázatok, motivumok előtt, amit mondjuk vegyük az édesanyjától látott? Vegyük azt, hogy eleve. A gyerekként, tehát kislányként kikerült, és mondjuk nincs anyai mintája. Egyébként egyszer láttam egy filmet, egy apa neveli a lányát, és farkasokkal játszanak erdőben, egészen vad körülmények között, nem tudom mi a címe, talán egy svéd film volt, és ott a kislány abszolút felnőtt korára nem hordozta a nőies jegyeket. Tehát tényleg az volt, hogy egy ilyen köztes valami volt. De neki volt egy apa minta. Apa minta, és nem volt anyai mintája, de gyerekként került ki az apukájával. Valami szörnyűség történt a családban, és oda menekültek, és egy kunyhóban éltek. Mindentől elzárva. Ez arra viszont, mert egy gyáboratja mondta, így van, hogy azt támasztja alá, hogy nincsen eleveden született principium, hanem azt a társadalom tükrében szedjük. Csak ez nekem azért nehéz kérdés, ugye nem akarok nagyon ebbe a témába belemenni, mert ez nagyon érzékeny téma, hogy ez a gender kérdés, mert hogy ezzel azt fejezzük ki, hogy a nő a szociális kapcsolódásai miatt lesz nővé, és nem biológiailag születik annak. Tehát, hogy a kapcsolódásai miatt alakul ki valaki, és lesz nővé, vagy férfivá ebben az esetben, és ugye a gender elmélet valahol ezt állítja, hogy a gyerekeknek például ne adjunk fiús meg lányos játékokat, hanem adjunk mindenfélét, vagy ha kisfiú szoknyába akar öltözni, akkor öltözni szoknyába, majd ő eldöntheti, mert hogy majd ebben ő bele. Én azért katolikus papként ezt nehezen tudom elfogadni, tehát hogy én alapvetően, és ezért keresem annyira lázasan, és kérdezgetlek benneteket erről, hogy szeretném, hogyha ez valahol megfogalmazódna, mert én nekem is ezt meg kell tudnom fogalmazni, hogy nő és férfi. Ugye, ha teremtésben gondolkodom, akkor ott ilyen szempontból van, hogy Isten férfinak, nőnek teremtette az embert, és nem nővé és férfivé válik az ember. Gábor, én azt gondolom, hogy akár Magyarországnak, akár bármelyik országnak, főleg mostanában nagyon nagy szüksége van igazi férfiakra és igazi nőkre. Aha. És ehhez kell az az értékrend, ami mentén kialakulnak ezek az öntudatosságok, mondjuk abszolút. Így. Hogy ez gyerekkortól, de országonként más és más elvárások nyilván. Tehát egy távoli ország női mintája és női principiuma teljesen más, mint az itteni. Nekünk ővelük nem is igazán kell törődni, hanem hogy itt legyenek igazán jó férfiak, igazán jó nők. Igazán női és nők, és igazán férfias férfiak. Így van. Akik meg tudják egymást találni, és össze tudják rokni azt, ami most hiányzik már lassan. Igen.
Igen. Tulajdonképpen itt a kérdés, hogy az ösztön mennyire él bennünk, és éle bennünk ösztön. Tehát, hogyha egy egyéves kislánynak a kezébe adnak egy babát, akkor azért kezdi el simogatni és ringatgatni, mert ezt látta az anyukájától, vagy az ösztöne ezt diktálja, hogy egy babát ő dédelget és próbál vigyázni rá. Ez egy fontos kérdés, és itt lassan majd az anyaság felé fogunk menni. Egyébként anyukák mesélik ezt nekem, olyan anyukák, akik úgy tekintenek magukra, hogy ők igazából soha életükben nem voltak ilyen nőies nők, hogy ők most festették volna magukat, meg ilyen smink, meg ilyen ruha, meg olyan ruha, hogy teljesen le vannak döbbenve, amikor a kis pöttöm gyerekek, ilyen 2-3 éves kislányok már azzal foglalkoznak, hogy hogy áll a loknia, meg neki legyen kifestve a körm, és az anyukák döbbenten mondják, hogy atya, hát én ilyet soha nem, tehát nem látta tőlem ezt a gyerek, hogy ezt így kell csinálni, vagy így kell mozdulni, vagy ha fénk. Tehát, hogy ezek a vonások a gyerekekben annyira benne vannak, hogy, tehát, hogy nem tanult mintaként viselkednek úgy ezek a gyerekek, mert nem volt olyan minta körülöttük, amitől ők így tudnák, hogy így kell viselkedni. Tehát egy óvodásnál már vagy hát ilyetben jobban benne vagytok így a gyerekekkel való kapcsolatban, tehát hogy egy óvodásnál, vagy egy bölcsödésnél, ahol már kezd kialakulni ez a fajta világlátás, vagy nemiség fogalom, ott már el tudom hinni, hogy ő megtanul bizonyos szerepekben, bizonyos módon viselkedni. De amikor ennél sokkal kisebb gyerekekről beszélünk, ahol még kevésbé látszik az, hogy ő most ez egy tanult szerepként csinálja, ott nekem egy nagy kérdés, hogy ez honnan jön akkor neki. Van egy kísérlet, biztos ti hallottatok róla, de a nézők nem biztos, hogy két majom populációt két különböző szigetre tettek le, helyeztek le, és helikopterrel dobálták le nekik a krumplit. És az egyik csoport, majom csoport rájött arra, hogyha megmossa a tengerben, és lekaparja a héját, akkor az jobb. És több kilométerre, nem tudom hány száz kilométerre volt a másik sziget, és ott ugyanezt lemásolták úgy a majmok, hogy nem látták az előző csoportot, de késleltetve. Tehát van egy kollektív tudatosság is ebben, amikor a nagy kollektív hat ránk, és hát ott van ezen kívül a média. Tehát a televízióban, a rádióban, a különböző reklámplakátokon ugye nőket látunk, akik meg vannak csinálva. Tehát ilyen-olyan sminkek, plasztikák, stb. És ugye van egy trend, hogy milyen a jó nő, vagy milyen a nő. És akár akarjuk, akár nem, hat a tudatunkra, hat az elménkre, és akár hisszük, akár nem, ezt már az egészen kicsi gyerekek is veszik és másolják, mert a gyerek másol, mindent másol. És lehet, hogy az az anyuka pont nem sminkelte magát, de valahol hallott, látott. De még olyan pici gyerekről beszélek, aki nem valahol hallott, látott. Tehát, hogy még mennyi, egy éves? Egy-két éves gyerek. Másol. Valamit másol, pedig biztos, hogy látott. Akárkitől. Barátnőtől, bárkitől. Barától, a nagytesó barátnőjétől. Innen, onnan. Legyen így. Én mégis vitatkoznék, és lehet, hogy Gábor atyának adok ezúttal igazat, mert gondoljunk egy babára, aki mondjuk 1-2-3-6 hónapos. Még haja nincs, igazából nem is nagyon tudhatnád úgy felöltöztetve, hogy ő most fiú vagy kislány, de ha elmosolyodik, rögtön fogod tudni, hogy ez a baba most kislánynak született, vagy fiúnak született. Mert valahogy már ott megjelennek ezek a vonások. Tehát azért, ha már valami arc kifejezést mutat, abból már lejön, hogy ő most fiú vagy lány. Legalábbis én eddig ezt láttam. Uh-huh. Ez benne van, de ez azért egy kicsit más. Tehát, hogy az, hogy ösztönösen milyen belőle, nyilván már ott van benne. Amit Gábor atya mondott, hogy mit kér a világból, és merre megy a fókusza, és hogy ő merre megy, az meg ennek a megerősítése. Gondolj bele, hogy amíg pelenkázzák, hányszor mondják el, hogy édes kislányom, uh-huh. Hányszor kap olyan ingert, hogy ő lány, 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 te lány vagy nő, vagy lány, lány, lány. Akkor nekem, és hogy, aha, de akkor attól függ, hogy mit sugároz körülötte a környezete, hogy ő fiú vagy lány, hogy férfi vagy nő? Szerintem is, több összetevő. Tehát, hogy önmagában nem létezik olyan, hogy férfi, akkor innentől csak ember, aki egyszer csak nővé vagy férfivé változik? A társadalom hatására? Mondhatjuk ezt úgy, ha most a viszonyunk a sivatagos példához, hogy igen, a társadalom hatására egy lehetőségből válik egy valóság. Valami, igen. Tehát egy női lehetőségből, tehát egy női genetikából ki tud alakulni az ingerek hatására egy valódi igazi nő. Egy férfi genetikából egy igazi férfi. De ha nincs inger,
akkor mi alakul ki? Attól ő már, akkor már nem nő. Biológiailag igen. Biológiailag igen. A női alappal rendelkezik. Azt hiszem, hogy, hogy itt kell megfogjam egy kicsit a témát, ha nem paragoztok, és visszatérni a családhoz, hiszen az anyaság az egyik oka, de biztos, hogy több más oka is van. Csak az jutott eszembe, hogy miért most öznénk egyet. Csak, hogy adásban vagyunk, de ez egy igazi jósörözős téma, úgy érzem. Igen, valami férfias beszélgetésem szó. Maradjunk együtt a nézőkkel, nem csak mi vagyunk itt négyen, még vannak sok. Akik velünk vannak, úgyhogy nem akarom őket kizárni. Ezért térnék oda vissza, hiszen oda akartunk eljutni, mitől anya az anya, de a beszélgetésünk eddig tulajdonképpen a család együttlétét próbálta megállapítani, mert én úgy gondolom, hogy egy családon belül fontos, hogy az anya vagy a nő az nő legyen, a férfi az férfi legyen, ebben megerősítettük egymást, de aztán úgy megérkezik a gyerek, innentől az anya anyává válik, az apa apává válik, és akkor azt mondtuk, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy tulajdonképpen mitől anya az anya? Lehet az apából is anya? És itt most megint nem a fizikai dolgokra gondolunk, mert nyilván tudjuk, hogy miről van szó. Én ismerek olyan családokat, ahol elváltak, és az anyuka lépett ki a családból, kiírta magát, és apuka maradt a gyermekekkel. És ő egy apanya lett egyébként, úgy is hívják a gyerekei, hogy apanya, mert hogy fel kellett vennie az anyai szerepeket, nem tudott mit csinálni, tehát a feladatok tekintetében ugyanúgy be kellett állnia, mosogatni, főzni, mosni, vasalni, és ellátni a gyerekeit, hiszen kisgyerekekről volt szó, és nem egy, nem kettő ilyet ismerek, és fordítva is, amikor ugye, amiről már beszéltünk előzőleg, hogy az anya fúr, farag, nem tudom én, szögel, villanykörtét cserél, akármi. Tehát ilyenkor a szerepek besűrűsödnek, és egy kombóba kerülnek, és valahogy annak az apának is el kell látni a gyerekeit, és valamikor ugye még egy ilyen védelmező, ölelő valamit is jó lenne nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik sajnálatos módon mondjuk anya nélkül maradtak, és nem azért, mert elment az édesanyjuk már, hogy meghalt, hanem mert hogy ott hagyta őket. Én nagyon megijedtem ettől a szótól, és lehet, hogy aranyos játékos, de nagyon borzongatóan hangzott ez az apanya szó. Így hívják. Értem, de fúnak. Én inkább úgy mondanám, és lehet, hogy ez megint csak az én férfi agyamnak köszönhető, hogy ő apa maradt, akinek anyai szerepeket is el kell látnia, és ő, és akkor megint azt mondom, hogy férfi maradt, akinek női szerepeket kell ellátnia, vagy éppen, ha nő maradt egyedül, akkor férfi szerepeket, de hogy attól ő még nem lett férfivá, vagy a férfi nem lett anyává. Tehát, hogy én így a szavak összemosódásától mindig félek, mert akkor elveszítik a tisztaságukat, hogy az igazi jelentésüket. És lassan évszázadok alatt a jelentésük is elhomályosul, és már mindenki apanya lesz. És egy uniformizált társadalomban. És azt még, hogy ember lesz. Akkor visszatérünk, hogy ember lesz. Akkor már nincs férfi nő, hanem egy ember, egy individuum. Igen. Nincs férfi és nő, csak ember van. Kérdés, hogy az anya szereptől anya? Tehát attól, hogy neki mondjuk az a dolga, hogy tisztába teszi, hogy ő a háztartást látja el, hogy ő enni ad neki, ettől anya az anya? Én azt gondolom, hogy amikor megszületik ugye a gyermek, főként az első gyereknél, akkor megszületik egy új nő is, mert hogy változunk, ezt pontosan tudjuk, és itt nem a külalapra gondolok megint csak, hanem lelkileg változunk, ugye már ott van egy kis élőlény, jelen esetben a mi kis gyermekünk, akiért aggódunk, akit óvunk, féltünk, vigyázunk, ugye ez a szerep, vagy ez a feladatkör, addig nem azt mondom, hogy ismeretlen, de hát majdnem ismeretlen, mert lehet a párunkért is aggódni, lehet őt is félteni, de azért az teljesen más, amikor gyereknek adunk életet. És ott megváltozik a nő, és ugye ezt nagyon nehéz lekezelni a férfi társnak, mert nagyon sok nő el is fordul ilyenkor a fértől, vagy az apától, kis szerelmének hívja a gyereket, és csak a gyerek van, és apuka körülbelül addig kellettél, amíg. Tehát, hogy vannak ilyen szituk, most mindig negatívat hozok fel, nem az optimálisat, mert azt tudjuk, hogy az jó. De beszélhetünk arról is, hogy ugye apa és anya együtt szeretik a gyermeket, és kis fészket csinálnak az ágyba, befogadják, óvják, féltik, szeretik, és együtt működnek, együtt viszik ezt a szép nevelést, vagy ezt a családi mintát. De amikor az anyukák megváltoznak, és ugye itt vannak hormonális változások, erről is szerintem már volt szó talán régebben,
És nyilván változunk, sokat változunk, és ide türelem kell, megértés és elfogadás, pro és kontra. De itt is nőnek kell tudnunk maradni, mert attól, hogy úgymond anyák lettünk, és egy másik szerep is jutott nekünk, egy gyönyörű szerep, attól mi még nők vagyunk továbbra is. Tehát attól még a férjünket nem apának fogjuk hívni, hanem a nevén szólítjuk, és ő sem anyának fog hívni. De ez sem oké. Tehát azért mondom, hogy nem oké. Mert hogy ő nem az apám, tehát nem úgy szólítom a férjét, hogy apa. Hát az apukámat hívtam így. Vagy ő ne hívjon anyának, mert nem vagyok az édesanyja. Tehát én a nevemen szólítandó vagyok. Tehát hogy ezeken is érdemes elgondolkozni, hogy mikkel aggatjuk fel a társainkat. Hát én azt gondolom, hogy ezzel a változással együtt jár a társnak is a változása, és megváltoznak a feladatok, megváltoznak az igények, megváltoznak a célok, és megváltoznak a tervek. Tehát minden változik, ami csak változhat, és ez magával hozza a társnak a minőség változását is. Az én olvasatomban, amikor gyermek érkezik a családba, akkor az az egybeforrás, ami anyával elválaszthatatlan egységet alkot, ameddig tart, addig tart 6-9 hónapig, egy évig maximum, de utána a leválásnak el kell indulnia mindenféleképpen az egészséges szinten, és vissza kell találni a női és feleség oldalra, és az anya, mint elsődleges szerepkör kell, hogy hátrébb sorolódjon ahhoz, hogy egészségesen tudjanak majd tovább élni. Tehát ez vissza kell, hogy billenjen ebből az állapotból. De hogy anya, az anyaságtól anya, hát nem lehet máshogyan, nyilvánvalóan, és olyan dolgokat bont ki egy gyermek érkezése, amiről addig nem tudta senki, hogy van meg, mint van. Az érzelmeitől mindenképpen, de most akkor képzeljünk el egy olyan felállást, és ez sem ritka manapság, hogy nem az anya marad otthon a babával, biztos gazdasági okokból ez általában azért van így, bár sajnos olyat is tudok, hogy nehezebben fogadja el ezt a helyzetet egy nő, de kevés az ilyen, de mindegy, mondjuk gazdasági okok miatt, hanem az apa marad otthon a babával, az anya dolgozik napi 8 órát, hazaér olyan 9-10 óra távollét után, fáradtan, és lassan már kezd, és persze, hogy a vasalást, a főzést, és a takarítást, és a gyerek tisztába tételét, és a gyerekkel együtt az időt az apa tölti. Marad-e az anyai szeretet ugyanolyan érzésű, hogyha ő nincs otthon a gyerekkel? Hát a szeretetminőség szerintem ettől nem változik, viszont az odafigyelés miensége biztos, mert ő csinálja a pénzt, most ilyen csúnyán megfogalmazva, és ugye ő a család fenntartó, akkor rengeteg energia elmegy a másik részre, tehát a munkakarrier pénzkeresés részre. Viszont nekem van megint csak egy olyan pár, akik megkerestek, most 50-es éveik felett járnak, és náluk úgy történt, hogy a feleség indult el a pályáján, a karrier útján, neki adódott egy nagyon klassz lehetőség, ezt meglovagolta, és ami a problémát okozta, hogy ez így is maradt a mai napig, a gyerekek felnőttek, kitanítatták őket, kirepültek, és arra jöttek rá, hogy nekik nincs közös dolguk továbbiakban. Egyszerűen teljesen eltávolodtak. Tehát az apa végig az anyai szerepben volt, mindvégig a 20x év alatt, tehát soha nem helyezték vissza, nem billentették át, nem tették helyre, hanem a mai napig az anya viszi úgymond a prémet ebben a dologban, és az apa most is úgymond eljár dolgozni, de hogy nincs meg a férfi szerep. És ugye az az egészben a csont, vagy az a nem oké, hogy ezt idővel, amikor a gyerekek mondjuk elmentek óvodába, vagy már kisiskolások voltak, akkor ezt rendezni kellett volna, annak a férfinak is jusson karrier, jusson tér, tehát hogy magát a férfi teremtő minőséget meg tudja élni. Ne nőjesedjen. És ne nőjesedjen el. És amikor elérkeztek 50 éves korukra, akkor itt állnak, hogy konkrétan semmi közünk egymáshoz, nincs feladatunk. És teljes eltávolodás. És a nő egyébként nem tud a férfira férfiként nézni, már évek óta. Ezek az én kérdéseim, de ezek az én kérdéseim, amiket most, jó volt a példa. Most feszegettek, hogy itt megint nem tudom, megint nem a viszonyról van szó, hanem hogy abban a kapcsolatban az, aki férfiként kell legyen, nem az, aki nőként lenne, nem az,
összekeverednek a szerepek, feladatok, hogy valahol, és utána a rendszer szinten nem működik. Nem lehetett vissza, egyszerűen tudtad. Hogy valahol mégiscsak kell lenni valami olyannak, ami, és oké, nem a sivatagba. Nem, ennél a példánál. De hogy mégiscsak kell lenni valami olyan alap dolognak, amitől a férfi az, ami, és a nő az, ami, és ugye ez az apasság, anyaság szerepe, hogy ne menjek el ettől a kérdésettől, ugyanúgy, mert az is például felvetődik bennem, és szerintem ugyanilyen nehéz kérdést lehet mondjuk például az, amikor valaki nem anya lesz, hanem anyává válik, mondjuk egy örökbefogadásnál, ahol nincs meg mondjuk az a 9 hónap, hogy ott fejlődik a méhében a baba, a magzat, és akkor van egy ilyen, elkezdett mozogni, meg most így fekszik, úgy fekszik, meg most éppen meg akar folytani, mert följön, akkor utána lemegy, és akkor... Hogy tudja Gábor, hogy igen, el is mutogattad. Nagyon sok mindenkivel beszélgetek. Mindenki kettőt volt. Én apanya vagyok, én mint ez az atya. Atya Jézus. Egyre új fogalmakat alkotunk meg ezen műsorban. Szóval, hogy nincsenek meg ezek az alapélményei a nőségből, anya, vagy a nőből kialakuló anyaélmény fiziológiai szinten, hanem ő például először eljut odáig, hogy mondjuk adott esetben el kell gyászolni azt, hogy ő nem úgy válik anyává, de attól ő még nő, és utána pedig meg kell tanulnia, hogy mit jelent anyaként ott lenni x hónapos éves kisgyerek mellett. Szóval ez is egy nagyon, és ő attól még anya? Egyébként egyszer volt lehetőségem végignézni, hogy próbálta egy anya ezt pótolni. Ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a gyermek születésekor kapta az értesítést, hogy a várva várt baba számára érkezett, és tulajdonképpen a baba az édesanyját nem látta, de őt, az örökbefogadó anyát rögtön, és az örökbefogadó anya 5 napig, amíg a babának bent kellett lennie, bent volt a babával, és az ölében tartotta, és úgy jött haza már a gyerek, hogy szinte kialakult ez az anyai érzés, mert rögtön elindult benne az ösztön, a gondoskodnom kell róla. Van, akinek a teljelválasztása is elindul. Igen? Uh-huh. Igen. De hát fizikai jele is fizikai van annak, hogy van. Elindul van. Az a bizonyos ösztön, hogy ő az a kicsi, akiről nekem most gondoskodnom kell. Döbbenetes egyébként azért, hogy lesz valaki anya. Uh-huh. Hogy válik anya. Fent a manók nagyon sok mindenre képesek. Amit megnyilvánul. Mondja, csak nyugodtan. Igen. Ez a múltkorihoz is kapcsolódik, hogy félre tudjuk-e tenni a szerepeinket, és vajon, hogyha félretesszük elég hosszú ideig, tehát felcserélődnek ezek, akkor bele tudunk-e abba szokni, és bele kövesedni, hogy félretettem a férfi szerepemet, mert ezt úgy tudom elképzelni, hogy ó, Géza, figyelj, itt most 66 millió eurót tudok keresni, milyen király lesz. Hát jó. Ja, tényleg. Ráadért mindent. Jó. Persze, így van, hát csináljuk. De neked kell ezt is. Ó, nem gond, 1 év, 2 év, 5 év. És úgy szépen úgy, itt most már 86 millió eurót keresek, és még tovább is valahogy belecsúsznak ebbe az átfordult világban. Nem veszik észre. Valahogy átsiklanak. Valahogy mindenkinek kényelmes ez, de ez megint egy kérdés, hogy olyan a férfiban miért nem ágál az, hogy ho-ho-ho. Na, és a nőben miért nem ágál az, hogy ha bújjam már, kicsit mentsél meg. Bármi ilyesmi, mindegy, így történik. Lehet, hogy annyira félretezik a szerepeiket, hogy elfelejtik. Ezt el lehet felejteni? Úgy mondott, elfelejtik. Vagy elnyomja. Nekem erről mindig igen, ezt mondom, tehát, hogy félreteszi. A lelki beszélgetésben szoktam ezt így előhozni, hogy én nem szeretem azt a fogalmat használni, hogy majd elfelejtem, elnyomom, nem foglalkozom vele. Sokkal inkább szeretem azt, hogy a helyére teszem. És mondjuk egy ilyen szerepcserénél is, a pont, ami így a Csillánál is előjött, hogy én az apaságomat, a férfiasságomat, azt így lenyomom és lentartom. Amíg rajta van a kezem, addig úgy tűnik, hogy minden rendben van. De abban a pillanatban, amikor már nem kell rajta tartani a kezemet, mert mondjuk kirepültek a gyerekek, és leveszem a kezemet, akkor ez nem csak a felszínen, hanem kirobban. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve, mint a labda a Balaton, vagy lenyom, nincs labda, kinn a labda. Tehát, hogy, és előbb-utóbb ezek a lenyomom, és nem a helyén kezelem, előbb-utóbb ez a felszínetörés feljön.
És itt a vége ennek a műsornak is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jót beszélgettünk, és itt voltatok velünk. Köszönöm Pap Csillának, Tónyai Gábornak és Fekete Cseri Szilárdnak, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkat látták. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva újra jelentkezünk. Addig is kellemes tévézést. Viszontlátásra!